Nyomoz a rendőrség Zuglóban a Fidesz és Lévai Katalin ajánlásai miatt. Ez a helyi választási bizottság ülésén derült ki. Lévai Katalin azt mondja, lejárató hadjáratot indítottak ellene. Egyúttal vizsgálatot kér a szocialista Tóth Csaba ajánlóívei miatt, mert szerinte lehetetlen összegyűjteni 3 óra alatt több mint 1300 aláírást. Nyilvánosságra hozták azt a jegyzőkönyvet, amely szerint a zuglói választási iroda vezetője azt mondta a választási bizottság szerdai ülésén, hogy a rendőrség lefoglalta a Fidesz és a Lendülettel Magyarországért ajánlóíveit. Karácsony Gergely, az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje azt mondta, ebből az ügyből az látszik, hogy a Fidesz nem a kormányzati teljesítményével, hanem trükközéssel, például kamupártok elindításával próbál választást nyerni. Lévai Katalin nagyon rosszul tette, hogy a meglévő megbecsülését a baloldalon azt nullává amortizálta azzal, hogy a Fidesz-szel kapott ajánlószervényekkel akart indulni, ajánlásokkal akart indulni a választáson. Hál' Istennek Zuglóban ezt nem sikerült. Lévai Katalin híradónknak azt mondta, rágalmazzák és lejárató hadjáratot indítottak ellene. Arról pedig nem is tudott, hogy nyomoznak az ügyben. Én vizsgálatot kérek Tóth Csaba ajánlásainak ügyében, mert ő a saját bevallása szerint 3 óra alatt gyűjtött össze több mint 1300 ajánlást, amit azt gondolom, hogy lehetetlen 3 óra alatt összegyűjteni. Mindenki, aki aláírásokat gyűjtött, tudja, hogy ez milyen komoly munka. Tóth Csaba azért tudta összegyűjteni az aláírásokat, mert ekkora a támogatottsága. Ezt már Budai Bernadett, az MSZP szóvivője mondta. Nagyon úgy tűnik, hogy most visszatámad az, aki lelepleződött. Teljesen egyértelműen kimondta a választási bizottság, hogy Lévai Katalin összejátszott a Fidesszel azért, hogy hátráltassa a kormányváltást. Én azt gondolom, hogy Lévai Katalin politikai értelemben lenullázta magát. A jobbikos Szávai István szerint Lévai Katalin ezzel a lépéssel próbálja elterelni a figyelmet arról a választási csalásról, amit elkövetett. Vizsgálatot ő senkitől nem tud kérni, nincsen delegátja a helyi választási bizottságban, hiszen nem vették nyilvántartásba, és láthatóan a jogszabályokkal sincsen tisztában, neki egész egyszerűen nincsen lehetőség ebben az ügyben sehol sem vizsgálatot kezdeményezni, olyan indokkal pedig főleg nincsen, hogy szerinte túl gyorsan szedték össze valakinek az aláírásait. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, maximálisan támogatja azt, hogy nyomoznak az ügyben. Miután a mi oldalunkon senkitől komolyan az a vár nem hangozhat el, hogy a Fidesznek bármilyen nehézséget jelentene 500 aláírásnak az összegyűjtése, és egy nap alatt le is adtuk mindenhol az ajánlásgyűjtő íveket, ezért innentől kezdve nekünk az ügyhöz nincs közünk. Gulyás Gergely azt is mondta, ha felvetődik a visszaélés gyanúja, azt javasolják, feljelentést kell tenni.